Sziasztok, Blackwin vagyok, és ez itt az Operencia tizedik része. Az előző részben megcsináltam a rézerdőt, tehát nem találkoztam részhosszú bagolyjal, de majd itt fogok az erdő mélyében. Ugye beszéltem Hadúrral, és mondta, hogy segít az öccse megtalálásában, csak ugye elásta valahol ezt a kalapácsot, vagy mi, ami ilyen legendás fegyver, amit ugye keres Sebastian, meg kovácsoltak nekünk egy fasz a szettet, és csak össze kell szednem hozzá mindenféle dolgot, gondolom. Na és akkor just kezdő a csapdákon. Na nézzük, hogy mivel állunk szemben. Nézem, hogy jól kezdődik már itt. Aha. Csak így kell menni. És ott a polcsa. Oh yes, a death trap. An unwelcome visitor taunted them from the other end. I see you made it to the top of the tree. So did I. Boldizsár. Even if you do make it past this, more traps await you. Not to mention woodcutters, now under my control. More driven than ever to kill you. Good luck. He left the scene. They could no longer. Nobody likes you, do they, Keller? He will. Feszítesz nekem Boldizsár. És tudok feszíteni. Na, te feszítő is Boldizsár. Na nézzük. Nézzem, itt nem találtam semmi pénzt, nem akarok visszarohanni érte. Na. Szóval akkor csak szépen. Júi! Hát igen, ez történik, hogyha belemegyünk. 10 életerő mínusz. Miért van itt ez az út? Ez gyanús nekem. Hadúr csizmája. Mit akar ez a hadúr szett? Nézzük csak meg. Na, van egy ilyen rumos, és akkor... Hadúr csizmája. Aztán, hogyha a szett kész van, energia formájában visszatölt az elszenvedt tűsérlések 50%-át. Tehát, hogyha sebzést kapok tűz varázslatokból, akkor energiát tölt vissza. Hát mondjuk, így a szett bónuszra nézve ez eléggé gyenge mondhatni, de az majd kiderül igazából. Mert hogy ugye nagy, kevés karakter használ tűzvarázslatot, de hát ez majd ugye kiderül. Szerintem nem hiába így tervez a játék, hogy ez a szett legyen. Na és kire legyen ez a hadúr szett olyan? Mivel főleg kampó lesz a tankom, és ő a tankom, ezért egyenlőre rárakom szerintem. Aztán majd kiderül, hogy hogy alakul ez. Ó, nagy buzogány. Na, ez már tetszik. Egy jobb fegyvert kaptam a karakteremben legalább. Nagy buzogány. Vicces. That's what she said. Na. A legközebb ládát 24 lépést talált, akkor az mondjuk eléggé közel van. Jó, csak szépen óvatosan. Ajaj. Ezt meg kell várni, míg leereszkedik. Jó. Francba. Na jó, legalább kijött. Végig jöttem. Hí, baszd meg! Nem beszélj szeret. Ki jön idáig? Beszoktam. Jó van, akkor gyere baszd meg. Has Hador betrayed us? Why do his woodcutters still assault us?
Boldizhar's evil magic has infected them. They will attack more ferociously than ever now. Technically, his magic isn't evil. He feels he is doing this for the greater good. He aims to annihilate the only group that can save Operencia from eternal darkness. How is that not evil? The Garabon-Siash Order can be very strange. The irony of that statement is completely lost on me, isn't it? What? Szóval, elprogramoztok konkrétan Boldizsra ezeket a gépeket, hogy nézem, hogy most már eddig ugye ilyen fehéren világítottak alapból, vagyis hát sárga, szerintem olyan egy kicsit. Most meg ugye piros bedühödött gépek ezek. Nézzük akkor, hogy mennyire... Bejön a tankolást. Ő megint be fognak... Manát fognak égetni? Az kíváncsi. Ez nem égetnek most manát, viszont... Már 7 HP-m, azt nem nyomt azt a perét. Na, ez így már jobban hangzik. Nincs a mana égetés. Még már döfi. Most akkor első körbe érkezett csak. Addig is legalább manát töltök. Mi az? Ez mi volt? Bejönt a Johnny Bravo táncot. Csörök a majom táncot! Még ilyet sem láttam, hogy egy robot Johnny Bravo táncot nyom. Nyomjad a majom táncot! Hogy elkezdett táncot? Ez tök vicces. Na, ezek a robotokban jobbodták. Ezeket nem utálom. Igaz, hogy területi sebzés nyom az legelején, majd néztem, hogy területi sebzés képessége van. Új bejegyzés, elátkozott részkatonák. Hát, igazából jobban szeretek az elátkozottakkal küzdeni, mint a simával. Nézzük, amúgy itt lesz valahol akkor egy kígyó. Guess he wasn't bluffing about those other traps. Aha, még több csapda. Várjunk. Ezek, ahogy nézem, lépésre. Aktiválódnak. És benyomok egy potit. Ha most erről lépek, akkor mi lesz? És most merre? Tudom, mondjuk erre. Akkor csak ennyi, hogy meg kell várni. Valami csillog. Ráadom. 11 lépésnyire van a... És csak ennyi a csapda, hogy így meg kell várni. Azt hittem, hogy kell egy kombináció. És akkor a csapdáról is lehet ásni, mi a szar? Jaj, de nehéz csapda. Ajaj. Ez a terv is jövök. Szeretném felfedezni a területet, ugye? Jaj, de félelmetesek ezek a kések, ja nem. Aha. Hadúr fejszélye. Nem hiába van ez a külön kis rész ide. Rakva.
Jó, nyomja csak a vajadó két. Ez inkább idegesítő csapda, nem hogy veszélyes. Na jó van. Ó, egy láda. Fogyott lángot. Milyen láng az, ami meg van fagyva? 24 lépésnyire van a következő. Aha. Az a fehér karika, oda fog belecsapódni ez a kristály ézer. Oh, I was wondering when I'd get to be electrocuted again. Jó kis áramütés. Jó. Akkor nézzük csak, hogy kire szeretnék jönni. Aha, itt leszel rejte, tuti. És tudtam. Adós isakja. Nagyon jó. Göncöl, már mindjárt kész is van a szeted. Mit szólsz hozzá? Hadúr fejszélye. Mi lesz még? Hadúr páncélja, meg hadúr kezese, vagy mi? Minden kincses ládát megtaláltam. Nagyon jó. Akkor itt gyorsan vélemre vannak a francba. Na, ennyi, csak gyorsnak kell lenni. Ó, nem fedeztem fel azt a kis részt. De visszajött. Júj! Meglettem villámcsapva. Jó, azt elfejtettem mutatni, hogy Sebastian eddig még egy szintet lépett, és akkor hát igazából csak ezeket a passzívokat rakom ki, hogy erősebb legyen. Eddig így építettem. Hát szerintem egyszer, hogyha megmutatom minden is pálya végén, hogy hogyan építem a karaktereket, statisztikából így építem a sajátomat, egy csillát ugye az életre rakok főleg, tárgyak miatt kellett másra raknom. Kampóval az erőre rakok főleg, Sebastiannal meg az ügyességre inkább. És kaptam Sebastian egy 15-ös szinten egy új passzívot, hogy ilyen hulla rablása meg, ha az ellenfél, akkor visszatölt a 70% életerő. Azt gondoltam, ez jó. Úgyhogy ezt így beraktam. 15-ös szinten meg én kaptam egy szintet, ezt a buzgalmat, azt hiszem ezt kaptam, igaz? Ja. 10%-a meg... Ja, ezt kaptam. Nem rossz igazából, ez általában mindig hatásos. Na jó. Na, nincsen semmi. We found the tree. És meg is van a fa. Now we just need that magical axe. As much as I respect Hador, his instructions on acquiring that mystical item were rather vague. Yes, I agree. And he didn't even mention the boots. Boots? We have yet to hear mention of boots. While you were talking, Gunsel sent a message from the heavens. That's my old master. Not even death can stop him from helping those in need. The same old master you and Schiller both claim chose to leave this life behind in favor of becoming a constellation? Not just himself. Himself and his cart. Of course. My apologies. Do continue, Schiller. If we continue down this path, we'll find the axe. But not before we earn the boots we'll need to get there. Well then, what are we waiting for? Jó, akkor szerezzük meg Hadúrnak a csizmáját. És ahogy hallom, hogy itt lesz közelben még több robot. Ó, oh. Tűzifa. És akkor ezt a szép nagy fa. Gyönyörű. Aha. Tehát nézem, hogy a robotokat későbbre hagyom inkább. És csak fel akarom fedezni a teretet, amit csak tudok. Ó, ez ki tudom nyitni, igaz?
megvan az a... Ó, itt is robot. Jó, akkor én nézem, van három csapat is, akivel le kell számolnom. Hát egyelőre nem tudok, két fele is lehet menni. Lehet pontosan arra fele, meg arra fele is, de jelenleg nem lehet. Mi nincsen meg a csizma. We may stand a better chance against Boldizar if we better understand his order. What could you tell us about the Garabontsias, Campo? Unlike a Taltosh, a Garabontsias is not born with his talents. Anyone can become one with enough skill and study. That almost sounds admirable. Traditionally, 13 students partook in 13 schools of learning. By the end of it all, they would sit beside one another on a wheel above a deep pit. The wheel was spun, and upon stopping, one unfortunate student would fall to his doom, the rest inheriting great power. Naturally. How else would you do it? As Campo said, there's the traditional story of the Garabontsias. But I sense nothing traditional behind Boldizar's rise. I fear you are right. He is unlike any Garabontsias I have ever come across. And how many would that be? Well, none. But still, he seems off. On such matters, I do trust your authority. Érdekes kiválasztása a Garabontsiasoknak, hogy így eltől kéz, hogy ó, oroszról lettezünk. Ja nem, ez nem oroszról lett, hanem Garabontsiasról lett. Most már így fogom bírni, csak hogy Garabontsiasról lett. Érdekes. Van még több sztori? Nincs. Hát abban, hogyha így kilépek a... Mindegy. Na. Hát pihenni nem pihenek, mert eddig elég jól állok. Szerencsére. Itt nem kell... Hát ugye levertem 3-4 csapat robotot szintén. Na mi ez? Mi csillog itt? Egy ládakulcs. Az is kiveri a szememet. Nem kell egyáltalán pihennem, szerencsére most a harcok között. Ezeket jobban szeretem, ezeket a robotokat. Mert igaz, hogy Johnny Bravo-znak is akkor így mindenkit sebeznek, de az képest simán el lehet bánni velük. Sokkal nagyobbat is tudok belecsapni alaptámadásokkal, mint az előzőekbe azt vettem észre. Na és ahogy kinyitottam ezt, itt van egy ilyen kívánságút, hogy mi, és amit ugye emlékszünk, hogy a legelső pályán, az Anna Taván szereztünk egy olyan milyen küldetéstárgyat, hogy ilyen részkorona. És az most eddig ugye nem tudta, hogy mire való, hát ide kell. Csak ide bedobtuk, most bedobtam, és megkaptam a göncöl csizmáját. Úgyhogy ezt fel is szereltem így csillára magamnak. A csilla meg közben szintén szintet lépett, 15-es szintre lépett, és így kapott egy új passzívot, ami nem is rossz, ez a felperzsdítés. Az életerőt 25%-kal csak a képességeid, konkrétan 25% alatt ingyen varázslok. Ez kurva jó, szerintem, úgyhogy ezt én be is raktam. És ugye ezt szintén, hogy ezt kinyitottuk, ez egy titoknak számított ez a hely. Aztán, hát hogy itt néztem, ugye arra fel nem lehet menni arra se, úgyhogy jelenleg csak oda tudok lemenni. Mert ott a pince. Úgyhogy ezt így megtaláltam. Ott tényleg van Silva Paleszom, úgyhogy ezt így meg használom. Meg életerő töltőm. Égyni. Kihasználok én minden potit, ami csak lehetséges. És akkor ez a pince. Bezárult mögöttem, vagy mi? Nem, automatikusan kinyílik, nagyon azért nem tudok visszamenni. Aha. Szintén csapták. Ó, ide kell a faszúj. Nincsen semmi láthatatlan fal. Lent is lehet ásni. Nem. Akkor úgy látszik a kincses ládára, ne is számítsunk már, nem lesz több. Felfedeztem egy titkot.
egy csomó pénzt. Give me your money. All your money. Aha. Nem fog beszakadni attól semmi? Mik ezek? Kristályok. Jaj, de jó, még egy robot. Most nézzük. Ó, oh, lehet a kulcs. Jó, jaj. Ezt lecsúsztam. Ajaj. Iiii. Franc. Tanítvány köpönyege. Ez is lépésre? Meg voltam győződve, hogy ez nem lépésre aktiválódik. Baszki. Elbasztam. Na jó, hogy így közben is tudok gyógyítani. Ja, feltámasztani is tudok. Ezért imádom Csillát, hogy még harc. Még amikor nincsen harc, akkor is tudok. Harcon kívül. Csilla fantasztikus. Mi a franc? Most ez hogy van? Felfedeztem egy titkot. Milyen titkot? Jó. Na és hogyan tovább? Jó, oda. Na, le kell csúszni a másik helyen. Akkor lecsúszok oda is. Ez nem újra. Aha. Mi a franc? Ráléptem valamire, és akkor a másik irányba kezdett el forogni. Életre. És megint. Jó, legalább ez is megvan. Ó, és ez számít titoknak, hogyha megcsinálom ezt az egészet. Jól van. Akkor én felmegyek a harmadikért is. Három titok. Hát mondhatod, ez nem titok volt inkább, hanem így bemered-e vállalni, vagy nem titok. Jéééé. Ti... Azt hittem, hogy rámesik egy baszott nagy kőgolyó, vagy valami. Tol vagy csizmú. Hát ez meg is van. Még egy titok kész. Nagyon jó, és már csak egy kell. Fasza. Alright. Azért inkább benyomok Csillával még egyet. Gyógyításból. Aha. Itt mi lesz? Gunsel also informed me that Hadur knows more of this quest than he leads on. He's been watching since the lake. I do not know what that means. I might. Hát, tóra utalt, várjunk csak. Razerdő. Átjáró fekvő. Jó, ezeket fel lehet így venni? Hallom, hogy ott túladat lesz még egy robot. I think we have another test on our hands from Hador. One of our memory. Do these portraits seem eerily familiar? Yoshka and Meze, you'll know what I mean the best. Yes. I see what you mean. Oh, yeah. Me too. Obvious.
Nyilvánvaló számomra is. Várjál csak. Jó, akkor nézzük, hogy hogyan is van ez a... hogy mi a kutatások? Sorrendő alapján, de gondolom az emlékeink alapján kell, akkor ugye azt mondták. Omlatozóvár. Jaj, ez a izé. Baszki, ez a... ez Déva kastélya. Akkor a legelső az a... akkor ez ez. Ez Anna tó. Szerintem. Nem. De melyik az Anna tava? Akkor lehet, hogy ez. Vagy ez, vagy ez a kastély. Nem tudom, nézzük meg az omlatozó várral. Elsőnek volt ez. Aztán a... erdő, ugye? Harmadik volt a kaposó, Réka sírhelye. Aztán mentünk a... ebbe. Szerintem ez kéne, hogy legyen, hát... de nem tudom. Dévavár az ez lenne, vagy az? Ez nem egyértelmű számomra, az a baj. De ez inkább hasonlít Dévavárára szerintem. Na, majd kiderül. Aztán ugye... mi is volt? Ja igen, a Dévavár... Dévaváren keresztül átmentünk a portálon. Onnan mentünk a... világfára. És most vagyunk a Rézerdőben. There's a proper order here. Nem jó? Akkor ez fordítva van. Akkor ide kell ez. Így a jó. Nem úgy. It's our adventure so far. Yes, I see it. It was the lack of sharp-toothed vegetation that threw me. Yeah, ez ott az emberövő növény. Jóska, jóska, nagyon vicces lenni. Én nem tudom, nem egyértelmű, mondjuk szerintem. Ezen az első kastélyhol voltunk. Vagy csak én emlékszem rosszul, szerintem inkább én emlékszem rosszul. De én inkább a helyére mondjuk egy tavat raktam volna. De mondjuk én hülye, ott a baszott nagy tó alatta észrevettem volna. Na mindegy. Hát... jó kis rejtvény volt, ezt tetszett. As a creature of illuminance, I sense the matching of light will allow us to progress from here. Hasonló fények. Aha. És egy kis így felfedező területet. The light. It's moving with each step we take. Aha. És vagy kiválasztom, hogy sötét vagy világos. The lights. They move as we do. Jó van.
És hogy irányítom? Jaj, hogy így? Ahogy mozgok, úgy. Na baszki. Jaj, értem már. Ez de baró. Szihetetlen, várjunk csak. Úgy az egyiket beleraktam. Csak ez. Aha. Vagy úgy ki... Ja, megvan. Így. Kéne, hogy az egyiket ott tartani, ha így a jó. De én meg nem érem el. Én beraktam minket. Incredible! By completing this task, I feel somehow more complete myself. Ez de menő. Elképesztő, hogy miket nem találnak ebbe a puzzle-ból. Zseniális. Azt kell, hogy mondjam, zseniális. Ilyet egy játékban nem láttam, és... Hogy... Én komolyan szóval se jutok. Fantasztikus ez a játék. Na itt is volt egy csapat robot, ugye azt teveltet. Nézzük, mi lesz tovább. Milyen újabb csapat. Kapott lop bele. Ever install any dragon head death traps in the castles you built, Keller? Many dragon heads like this, none designed for leafy leaves. Though, I must admit, the design makes for a remarkable architectural achievement. Pardon me while I choose to instead admire the pretty colors that likely have something to do with getting us out of this. No, shit, lower does not mean don't feel it. Ah, yeah. Oh! És így be tudom rakni a... szájába. Mert csak egy ilyen famous kóra. Jujjuj. Na várjunk, nézzük csak. Innen nem lőnek, csak onnan. Why aren't you matching the colors? Even I know this one. Micsoda? Jaj, társítani kell a színeket. Mi van? Megpróbálom így... Már értem nagyjából a logikát, hogy hogyan kéne ezt. De várjunk... A Fame Mask azt nem értem, hogy... Azt a rat. Na várjunk csak, gondoljuk át ezt. Szóval van négy szín, van a lila, a piros, a kék, és a fehér, ahogy néztem.
Azt nem értem, hogy... Hogy várjunk már, hogyha mondjuk... Ezekre felesre lehet rakni a száját. Hogy mi ez ezt a fémmaszkot? Kéne irányítani valószínűleg ezt a, ezeket a dolgokat, de hogy? A fémosz csak annyi, hogy így... Jaj, ezt tudom mozgatni! Á, én fajankó, bazd meg! Jól van, most már értem. Hát csak én lehetek ilyen hírgozni meg. Jó. Akkor viszont már megvan a taktika. Mindig jó, még Cecil... Cecil már? Csilla nem fogy ki. Szóval akkor ide kell húzni ezt. Ez így megvan. És ha nem tudom, nem is lő a lila? De lő. Jó, a tüzes az ugye onnan jön. Már csak. Ajaj. Most belerakom ebbe. Francba. Aha. One more time. Match the colors. No, match the colors. Ah, yeah, akkor ezt ki kell szedni. Mert ez bezavar. Berakom ide. Jó, ez is megvan. Aztán most ebbe berakom bele. De oda be se tudom tolni, várjál már. Ja, oda meg be se megy. Na várjunk, akkor egy tüzeset honnan szedek. Francba már. De várjunk már. Most miért telt ott? Anélkül kéne megcsinálnom, hogy... hogy bármilyen rossz szín menjen bele. Slowly and noisily. It almost means something good awaits us on the other side. Or it's a huge monster we didn't know existed about to reveal itself. Yes, and often both. Na igen. Sikert megcsinálnom. Hát ahogy észrevettem, hogy főleg ez a száj, ami nagyon basztató, tehát én ide raktam a lét, és az a lényeg, hogy tényleg úgy kell megcsinálni, hogyha rossz helyen megy be, tehát mondjuk egy lila bemegy a fehér helyre, akkor újra kell kezdeni. És célszerű úgy a legegyszerűbb megcsinálni ezt a kis kirakóst, hogy én itt kezdtem, ide behozom, ugye innen szerezzük a lilát, addig berakjuk ide a száját, hogy addig se basztosson.
aztán beraktam a lilába, ide toltam, ja nem, nem, már, már úgy kezdtem igazából, hogy beraktam oda a lilába, mert amiatt basztam az egészet, szóval az anyag, hogy oda berakom a szájkosat, idehozom, meg lesz innen a lila. Előrébb tolom, meg lesz innen a kék. A tűz, hát néha beleszól, néha nem. Így összeütközik. Aztán gyorsan áttoltam ide. Innen ide beraktam, és akkor innen szereztem meg ugye a mi az jeget. A tüzet meg innen, és igazából egy. Nem nehéz igazából, csak eléggé kacifántos. Meg, hát, inkább mondom azt, hogy nehéz. Hát, itt lenne valami, nem? Akkor a térkép. Miért olyan sötét ott? Mindegy. Úgyhogy igazából ennyi. Most megkapom a csizmát? Végre. Egy kis arany. Ó, és ott a csizma. A durr páncélkesztyűje is megvan. Nagyon jó, megérte szenvedni. Sebastianon már main szintet lépett. Nagyon gyorsan jönnek amúgy itt a szintek, azt hitte viszont jó, kemény. Kemény elfekkel küzdünk, úgyhogy ez elvárható. Most már megvan hadúr kesztyűje is. Már csak egy kell. És már az utolsó olyan. Perfect fit, too. Only one of us needs to wear it. Its magic will make all companions just as swift of foot. Convenient. Now, let's walk through that portal and find that axe. A humble suggestion before we step through. Don't forget that treasure. Ja. Ó, és akkor ez 7 mérföldes csészen lelassítja a környezetet, így gyorsabban mozoghatsz mindennél. Ó, de jó. Na, akkor ennyi volt ez az egész. Térkép 100%. És hogyha bemegyek, akkor vége, vagy mi? Jó, nem? Azt hittem, hogy vége. Na, és akkor... Merre menjünk? Csak elsőbb bekészítem ezt. Erről jöttem. Akkor akarok visszamenni. You'll want to see what has just arrived. Jó. Akkor még jöjjük. I must say, the back has yielded some of its most impressive items yet. A troll bárgya. Ez az új portéked, Ella. Ne idegesítsél már. Miért árulsz ilyen sok szart, amit komolyan? Jó, akkor merre kéne mennünk? Jó, látom, ott van egy... valami. Még arra is. Nem tudom, ekkor elsőnek melyiket nézzük meg. Nézzük meg azt. Aha. Várjunk akkor. Oh.
Hát ez nagyon menő. Fistáj párca. Benyomtam a zavárdót. Jó zavárdó, az mindig jó. És akkor ott írja, meddig tart ez. Na, ez tök jó, és megvan az utolsó titok is. Ide már nem is kell összejönnöm akkor. Megvan az összes leada kulcs, titok, térkép. Akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki a térkép így teljességében. Ez a teljes föld mélyén. Még mélyebben. Jó. Jó, akkor újra deaktiválás. Itt nincsen semmi már, igaz? Jaj, már... Deaktiválódott a csapda? Amint átértem. Jó tudni. Na, akkor nézzük meg a másik helyet is. See just how nimble these boots truly make us. Ha. Jó. Igazából egy ilyen huszárszabja volt benne. Ládikóban. Miért vagy itt egy... Mit érzem, hogy meg fognak támadni? Ezeket túl gyanús, hogy itt egy láda, hogy ebben tartjuk majd, és ebben van a fejszem, valószínű. És hogyha amint kiveszem, akkor gondolom meg fognak támadni. Ezeken túl gyanús, úgyhogy én inkább mentek. Jó pihenés. Na, azért legalább van tűzifám most, bőven. Felszedés, minden jó. Nézd, az a huszárszabja jobb be, mint ami van. Valakinek. Tanítványok köpenyege. Ez még nem rossz. Ezt mondjuk felrakom szerintem. Na jó. Akkor nézzük, hogy mire rejlik itt a ládikóban. Never felt more alive than when we were dodging those stakes. And look, the axe of the Iron Eater. Why is it called that? The Iron Eater is said to boast enough strength in his hands to knead iron, as you or I would clay. And this is his axe. So he isn't someone who needs iron, like, in order to live. Get away from me. Kenyeret, horsgyúró, vas kenyeret eszik. Hát, hogy néztem, hogy nincsen akkor ambush, majd rögtön támadás, csak itt van egy csomó bogás, amit kiléptem ide, itt van boldizsár. I intend to destroy it. Ah, it is nearly indestructible. Szükségetek van erre a fára, hogy így kellett. But they may not even be necessary once I destroy something else first. You. De kedves. Ha ezt előbb tudom, baszki. Szóval amint kiléptem, az a baj, arra tél félre. Állj csak. Azt hiszem ez volt az autómentésem, remélem. Ez volt az autómentésem. Hát itt volt kb. Olyan
6 csapat bogár, ha nem több. Jó, hát akkor esnek inkább őt, pihenek egyet, mert azért boldizsár, azért mégis boldizsár. Úgyhogy pihenek egyet. Elosztom az új képességet Csillának. Készen állok Boldizsára. Legalábbis remélem. Azt mondja, Potikat ugyan rakjam be. Van... Pálesz az jó. Fagyos tűz helyére. Hát tényleg emettek, már megkaptam az utolsó. My bag reveals new weapons when they are needed most. Kisertett por. Ez az utolsó ilyen recept, elméletileg, és azt hiszem eléggé készen a Boldizsárra. Sebastiannak leszettem már ezt a Réka szettjét, mert már túl gyenge voltam, úgy éreztem. Úgyhogy én így szereltem fel. Kampónak ezek a tucok vannak. Csillának ezek. Jó, nem meg összeszedni ezt a göncölszekeret, mert hogy a göncölszettet. Előbb-utóbb csak meg lesz az is. Sejkaraptanom meg ezt igazából. Még néztem, hogy ez a vasgyúró fejszeje nem rossz. Páncéltörést az igen sokat ad. Csak az a baj, hogy a védelemből levesz, ugye. De úgy nem rossz. Nem tudom igazából melyik a jobb, de szerintem mi van neki, ami jelleg a nagy buzogány, az talán jobb. Habár... Meg az jó, hogy ennek van 10% kábítási esélye egy körre. Szóval... Ja, szerintem ez jó. De majd még kiderül. Na és lehet, hogy utána ezt eldobom, vagy nem tudom. Ja, mit akarok mutatni? Hát ugye potikból én ezeket raktam be, manapotit, vajáspotit. Itt lehet, hogy lecserélem, mert már emeltek az utolsó poti, ez a kísértett por. Ja. Ez talán jobb így. Van egy sisakvirág főzet is, de... Nem hiszem, hogy fontos. Nem tudom, én így raktam be a potikat igazából. Képességeket meg így. Csillanak már legközelebb meg lesz ez a hősök dala, kíváncsi vagyok, hogy ez mit tud az a képesség, de... Mert hogy mennyire lesz hasznos. De szerintem nagyon hasznos. A statokból meg ugye így építettem egyelőre karaktereket. Na, akkor gyere Boldizsár, üssük meg. Where's the challenge? Már ő kezdődj egy nagy területi támadással. Hát... Hoznak egy ilyen rózsavirág főzetet. Elsőnek is. Nézzük, mennyire működik ez a kísértett por rajta. Hová persze, hogy elkerüli. Jó. Akkor ez kap be a forgószelemet. Jó, és egy tavalt. Jó. Ennyit tudtál, Boldizsár? Ha kapsz egy mérget a kardba. Kivéreztetést is. Ez betalasztal.
Jó, én is a stunnerra, hát persze. Jó. Addig jó, hogy csak... Ennyi volt. But now your true test begins. Farewell. Hát akkor visszlátok. Holdizsár egy kibaszott punci. Előzőleg rám küldött a sárkányát, ahhoz, hogy a császtok gyíkok léptem. És most is császtok gyíkok leléptem van, de most egy golemet küld rám. Egy epic golemet. Tüzes golemet. Vas golem. Elit fokozottan ellenálló érzékeny villámokra, nem befolyásolható. Nagyon jó, érzékeny a villámokra. Hát akkor ezt kap. Tessék az Unlimited Power. Nézzük ez mennyit. Jó. Nézzük ez mennyit sebez rá. Nem sokat. Na, csak te is kapsz egy villámsebzést akkor. Eléggé keményen bírja, az a baj. Ez fél regenerál újtót. Azon a méreg se hat rá. Szerint, de esnek inkább egy potit megiszok. Ja, immun is a méregre is gondoltam. Azért megpróbáltam. Kemény ez a töreti sebzés, nagyon. De nem elég. Sokáig fogja ezt bírni, úgy érzem. Bezarog, az rá is hat a vérzés. Én a golemeket is kivéreztetem, miért ne? Ez nem talán annyira jó. Hát ez sima, hogy úgy érzem ez a golem. Meg az, hogy kemény, meg mindennek ellenállt, azért nem annyira kemény, mint az én csapatom, amit én alkottam. Szerintem. Mert bármilyen kemény, én szétsorozom a frontból. Unlimited power! Na jó, ez kap be. Egy jó kivégzés. Vagy mi? Ezután szerintem úgyis vége. Pályának úgy, hogy most szétsorozom a francba. Aztán it is done. It is finished. 3000 arany és egy nagy drága kő és egy gladiátor vér, tehát nem sok jutalom. He got away. Yes,
but so did his plans to destroy this tree. We can return the branch to Hodor. Sebastian, if you don't mind. It would be my pleasure, friend. Tessék, barátom, hát. Boldizsár az hányszor fog még elmenni, hogy komolyan annyira punci ez a csáv, hogy az, ami hihetetlen. Nem, hogy ő olyan nagy, kemény, ezt így mindig elmenekül. Csak gladiátorvért ez mennyire jó, úgy. Ez mondjuk jobb ide. Jó, milyen bejegyzést kaptunk erről? Vasgólem. Akkor ez számít... Ja, ez nem is egy bossnak számított, hanem csak egy ilyen elitnek ezek szerint. Kemény. Hát jó. Remélem, hogy akkor nem is lesz több ilyen vasgólem. Bízok benne. Jó, menjünk. They return to the palace in triumph. Yet any compliments Hodor had for the companions were most understated in nature. Boldizsár was an unintended obstacle in your proving grounds. Yet you still prevailed. Well done. Kösz szépen. I had heard a trained Garabantiash could enter the land of the gods, but I did not believe it. Yes, when were dark souls such as his capable of breaching the upper world? Boldizsár has no dark soul. He believes his intentions are noble, even heroic. Preposterous. Such indignation. And humans wonder why I so rarely grant them an audience. All over the middle world of Operencia, death, strife, war between brothers over the pettiest of squabbles. Were my own brother's fate not directly tied to yours, a cause rooted in your own selfish desires to live, mind you. Were that not the case, rest assured, you would not be here now. You are right, Your Majesty. We are selfish. We do want to live, but only because we know we are here to save. And not just your brother. Our brothers, our sisters, our parents, our friends, everyone we know. Those we have never met, those we never will meet. It's not perfect out there, true, but the good does outweigh the bad, and that is who we fight for. That is why we are here. Such passionate words. And yet you never resorted to calling out my own hypocrisy? I am your god of war, after all. Nem is az Kratos. Your final test is passed, and to war you will go. You were promised magic armor to face the dragon. You shall have it. One person wearing it will protect you all. És akkor ez az utolsó szett, a hadúr szett. My finest silver windmares will grant you quick passage to your next destination. If you don't mind my asking, Lord Hodor, where might that be? You said before you had more to tell us. It will look familiar to you, Elia. The very forest where Attila slew Thade decades ago. The sword? Is it there? To be honest, I do not know. My bond with the blade has weakened over the years. But Attila does rest beneath the very river that brought him to that battle. His spirit will have the answer you seek, though not without some resistance. A ghost fight. Yeah, we know that one. I invite you to rest here, Crusaders of Operencia. You leave tomorrow, and tomorrow will not be kind. On windmares they flew, down the tree, back to the Middleworld, to the beautiful Operencian forest where this grand story began. But its beauty had been scarred.
the smell of brimstone filled the air. Something terrible was happening. Az alvilág kapuja. Az első alvilági megszállás követően Réka királynővel és Göncöl tártussal az oldalán Attila király megerősítette a mágikus pecsétet Operencia 7 legerősebb lakottjával, és a 8-kal is a biztonság kedvéért. Senki soha többé nem nyithatja újra a kaput, aztán persze úgy alakult, hogy te magad lesz az a bizonyos senki. Na mi lesz itt? Érzem, hogy démonokkal fogunk küzdeni. Hát a víz egy kicsit nem olyan szép, mint a tutoriálban, úgy érzem. De érdekelik a grafikát, és mi van itt? The forest of Attila's greatest triumph looks nothing like its legend. What has happened here? And what's that smell? Brimstone. We have no easy task ahead of us. We've had no easy task behind us either. But we've done just fine. Yes. Yes, we have, Yoshka. And let's keep doing just fine. Shall we? We shall. Hát igen. Eddig se. Volt könnyű dolgunk. Keresd meg az alvilág kapuját. Az ott micsoda? Egyőre nem akarom megtudni. Na, de én nem fogom folytatni akkor a következő részt. Sikeresen megmásztam akkor a világfát. Hadúrnak elnyertem a tekintélyét. Mondhatni. Úgyhogy most már akkor gondolom be kell zárni ezt a kaput, hogy mi? Majd még kiderül. Úgyhogy nem fogom folytatni a következő részben, akinek tetszett a videó, az nem világot, hogy találkozunk fel, és találkozunk a következő részben, addig sziasztok!